Sziasztok! Újra itt van a podcastodásunk, amiről ma beszélgetünk, az a Nagyon Nagy Meleg, ami miatt az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. Erről továbbá ebben az időszakban a tűzgyújtással kapcsolatos információkról beszélgetünk Nagy Csabával, a heves megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóüvőjével. Szia Csaba, üdvözöllek a stúdióban! Szia! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ö, fejtsük meg! Hogy melyik időszakban van szükség a tilalom elrendelésére? Ez lenne az első kérdésem. Na most Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik a tavaszi időszak, ez a holvadás után következik be, amikor a növények zöldülése előtt elsősorban rét és tarló égetések következtében gyullad meg az erdő. Általában ez lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okoz igen jelentős károkat. Uh -huh. A második veszélyeztetett, idő, veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, tehát a mostani hónapokra, uh -huh. amikor hosszabb csapadékmentes időszakok fordulnak elő, és a forró, a rekkenő hőség, ami most is van, uh -huh. időjárási viszonyok következtében az erdei avar és a tőlevér teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek, esetleg eldobott üvegek miatt keletkeznek. Továbbá a tűzgyújtási tilalom kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek miatt, vagy nyári gazégetések következtében is felcsapnak a lángok sajnos. Felmerülhet a kérdés civilként, hogy ki gondoskodik arról, hogy elrendelődjön a tűzgyújtási tilalom, és a lakosságot kitájékoztatja. A katasztrófavédelem központi szervével, vagyis az Országos Katasztrófavédelem főigazgatósággal egyeztetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendeli el a tűzgyűjtási tilalmat. És milyen tényezőktől függ a tűzgyújtási tilalom megállapítása, illetve ö, későbbiekben a visszavonása? Három tényezőt ö, figyelnek a szakemberek. Az első az időjárási körülmények. De egyértelműen megnézzük a csapadékos időjárás várható, és eddig milyen, mennyire volt mm. nagy szárosság. A második tényező az élő és holt biomassa nedvesség tartalma. Ez a biomassa gyakorlatilag az elhalt növények, mm. És az állatoknak a kiszáradt összes tömege. Uh -huh. Ennek a szárazságát megnézik az erdők alján, és ez is egy döntő tényező. A harmadik pedig már hozzánk kapcsolódik, kicsit tűzvédelem, hogy a keletkezett szabadtéri tűzesek számától is, és gyakoriságától is függ, hogy a, elrendelik a tűzűtás Gyakorlatilag mi adattal ellátjuk a szakembereket, hogy például Heves egy, egy vármegyére lebontva, vagy pedig országosan is mennyi szabadtéri úgynevezett vegetációs tűzzel küzdöttek meg tűzoltóink. Értem sokat beszélünk tűzgyújtási tilalom, ezt a kifejezést sokszor halljuk, de kérdés lehet az, hogy mit tehetünk, és mit nem, ha elrendelik. Így van, ezt, ezt jó tisztába, az jó tisztába lenni. Különösen, hogyha túrázunk, vagy pedig kempingezünk. A tűzgyújtási tilalom más néven fokozott tűzveszély időszakának is nevezzük. Ekkor tilos tüzet gyűjteni az erdőterületeken, fásításokban, és azok 200 méteres körzetén belül lévő ingatlanokban, uh -huh. még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Ide értendők a felsorolt teleteken túl a vasúti uh -huh. és közútmenti fásítások, de ebben az időszakban tilos a parlag és gazégetés is. A Hevesvár megyei védelmi igazgatóság holnapján napi frissítéssel uh -huh. megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom. A lakosság a lakóhelyek környéken lévő erdőterületekről a Nébi Erdészeti Igazgatóság által készített interaktív erdőtérképén, ami természetesen megtalálható az interneten, további információkat találhat az erdőtüzekkel kapcsolatban, és azok megelőzésére irányuló jó tanácsokkal tűzdelve. A belterületi kert és növényi hullaték égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. Uh -huh. A tiltás alól, amit, amit már többször elmondtunk, az úgynevezett önkormányzati helyi rendelet uh -huh. uh, tehet felmentést, és ebben szabályozhatja az égetés feltételeit és körülményeit. Ez mindig csak a kertben keretkezett zöld hulladékra vonatkozik, uh -huh. és természetesen olyan, olyan területekre, ami Távolabb esik egy erdőtől vagy fásítástól uh -huh. 200 méterre. Ö, amennyiben nincs ilyen rendelet az önkormányzatnak, akkor nem szabad avat és kerti hullatóikot égetni. Én felhívom a figyelmet, hogy Vármegyénkben számos önkormányzati rendeletben, függetlenül attól, hogy erdő vagy fásítás 200 méteres környe környezetében vagyunk, megtiltották az ölt hulladék égetést a tűzgyújtási tilalom idejére. A hogy mit tehetünk, mit nem, a kerti sütögetés ilyenkor sem tiltott. Természetesen használhatunk. Én jobban javasolnám tűzvédelmi szempontból egy elektromos grillt, mondjuk, mint, mint, mint hogyha a tűzrok tüzet gyújtunk. Ez azért van, mert a felszálló zsarátnokok akár több méterre, 10-20, akár ö, hihetetlen messzire el tudja fújni ezt a parázsló részt, és ebben a szárosságban igenis meg tud gyújtani egy ö, kiszáradt ö, erdőterületet, akár egy elszáradt fának a lomkonoráját. Mindenképpen a sütögetést fokozott odafigyeléssel ö, érdemes végezni. A növényzet ilyenkor szárazabb, ö, és ö, egy másodperc alatt szeles időben több métert is tud ugrani a tűz. Uh, ahogy említettem, a varrán lehetőség használjunk inkább mm. elektromos gír. Talán az biztonságosabban működtethető ebben az időszakban. Valószínűleg így van, igen. Sütögessetek, de okosan. Mit tehetünk a tüzek elkerüléséért, és uh, hát számszerűsítsük, mennyi szabad tűz volt idén Vármegyénkben? Kezdjük egy kis statisztikával megint akkor. Uh, ebben az évben Vármegyénkben 210 darab vegetációs tűzeset, úgynevezett szabadtéri tűzeset nél oltottak már vármegyénk tűzoltói. Közel 70 hektár a tűzzel érintett terület, amir már megsemmisült, és 241 tűzoltóautó volt szükséges ezekhez a beavatkozásokhoz, amikor eloltották a tüzet. Na most a tűzgyújtási tilalom időszakában a legjobb, ha sehol nem gyújtunk tüzet. A még ha az önkormányzati rendelet engedné, a növényi hulladék is várhat. Ö, ahogy említettük, még egy ilyen zöld hulladék égetésből is nagyon nagy tűz keletkezhet. Ö, számos esetben már hétvégi házakra is, melléképületre, és hát kevesebb esetben szerencsére, de lakóházra is átterjedtek már az ilyen lángok. Elég egy egy-két másodperces figyelmetlenség, egy szelesebb idő, ha nem készültünk fel az égetésre, nincs megfelelő mennyiségű oltóvíz a helyszínen, akkor nagyon gyorsan akár a háznak a szigetelésére, ami történt, átterjedt a tűz, akár egy előtetőnek a napernyőjére, és onnan már, hogyha olyan magasan van, szinte esélyünk sincs, egy slaggal nem tudjuk előtt, mm. akkor már csak a tűzoltók fognak segíteni. Na most a másik dolog, amit kiemelnék, hogy a vegetációs tüzeknek környezetkárosító hatása is van, és ezek a tüzek elpusztítják az állatok élőhelyét. A gyorsan terjedő lángok elő sokszor még a nagyobb állatok sem tudnak elmenekülni. Akár egy őz, akár egy tényleg egy róka is oda veszhet egy ilyen erdőtűzbe. Ezért nagyon fontos, hogy cigarettacsikket és üveget sehol se dobjunk el, mert szabad területen ebben az időszakban nagyon könnyen tüzet okozhatnak. Mindig fontos, hogy ezeket a dolgokat kiemeljük. És végezetül... Néhány jó tanácsot szeretnék kérni, ha van. A melegben számos veszélyforrásról hallunk. Milyen ötletekkel látnál el bennünket erre az időszakra? Természetesen megfigyeltük, hogy a melegben egy kicsit gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Aha. Ez azért van, mert a kéményben légdugó alakulhat ki, és a meleg vízre pedig nyáron is szükségünk van a szénmonoxid mérgezés nyáron is fenyegető veszély. Aha a nagy kánikulában előfordulhat, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszorul a kéménybe, és amikor a vizet melegítjük, megnyitjuk a csapot más szavakkal, akkor a keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni, emiatt visszáramlik a lakótérbe, és szénmonoxid áramlik a lakóhelyünkre. Ha többször is problémánk van a visszáromlással, akkor kéményseprőt kell hívni, mert lehet, hogy le kell szigetelni a kéményt, vagy húzatfokozót kell rászerelni. Minden esetre a szakemberek meg fogják mondani, milyen milyenkor a teendő, mindenképp vegyük felvelik a kapcsolatot. Ebben a száraz időszakban nagyon fontos a fokozott odafigyelés. A gyermekeket, a házi kedvenceket még néhány percesen hagyjuk egy parkoló autóba. Még egy fél árnyékban parkoló uh -huh. jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét. Kedves Csaba, itt a beszélgetésünk vége. Köszönöm szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, és megosztottad vele, velünk ezeket a fontos információkat, tanácsokat. Várunk vissza a stúdiónkba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek a hallgatóknak pedig kitartást kívánunk ebben a melegben, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!